A betegek biztonsága érdekében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet több vázát ráható anyag tartalmú vérnyomás csökkentő gyógyszer forgalmazásának ideiglenes felfüggesztését rendelte el június 29-i hatállyal a gyártáshoz használt hatóanyag feltételezett minőségi hibája miatt. Az OGYI eljárást indította a probléma feltárása érdekében. A gyógyszerügyi hatóság a kivizsgálás lezárásáig a betegbiztonságot érintő kockázatok minimalizálása érdekében az esetleges, kifogásolható minőségű pirulák kereskedelmét átmenetileg szünetelteti. Ez 27 vérnyomás csökkentő készítményt érint. Dr. Fekete Dániel gyógyszerész elmondta, mi a gyógyszertárak feladata ilyen esetekben. Miután az OGYI hivatalos tájékoztatás nyújt a gyógyszertár részére, ezt e-mailbe küldik meg nekünk. A hivatalos eljárás egy naplóba kell vezetni ezeknek a gyógyszerkészítményeknek a nevét, és hogy hány készítményt található meg a gyógyszertárban. Mellékben, jegyzésben hozzátesszük, hogy felfüggesztették, és amíg további értesítést és hivatalos tájékoztatást nem nyújtanak felénk, addig ezeknek a készítményeknek a forgalmazását beszüntetjük. A forgalomból való ideiglenes kivonás számos vásárló által rendszeresen keresett vérnyomás csökkentőket érint. A gyógyszerészek tájékoztatják az embereket és tanácsokkal látják el őket a beszüntetett, de otthon még meglévő tablettákkal kapcsolatos teendőkről és a vizsgálat ideje alatt használható helyettesítő készítményekről. Rendkívül fontos, hogy a már kiváltott orvosságot szedjék be a betegek, emelte ki a szakértő. Tudunk segítséget nyújtani. A betegnek ugyanaz a teendők, ugyanúgy elmennek a házi orvoshoz, mint ahogy eddig tették, és bejönnek hozzánk a gyógyszertárba kiváltani a gyógyszert, mivel hivatalos értesítést kaptunk az OGYI-tól, hogy ezeknek a gyógyszereknek a szedésének a abbahagyása nagyobb kockázatot nyújt, mint amely a minőségi hibából származhat, ezáltal amely otthon található gyógyszer, és kiváltották előzőleg nálunk a gyógyszertárba, nyugodtan szedjék be az alkalmazott módon, és ahogy eddig szedték a gyógyszereket. Miután elfogyott a készítmény a betegeknek, és felírta ugyanazt a gyógyszert a házi orvos, bejönnek hozzánk, és szerencsére, mivel nem minden vázáltal nevezetű hatóanyagú készítményt függesztettek fel, tudunk adni helyette generikus helyettesítő készítményt, amely minőségbe nem tér el. Dr. Kajetán Miklós házi orvos felhívta rá a figyelmet, hogy nem csak kifejezetten a diagnosztizált hipertóniánál lehet szükség ezekre a gyógyszerekre, hanem egyéb betegségek esetében és a vérnyomás problémák megelőzése érdekében is. Arra érdemes fölhívni a figyelmet, hogy néha szívbetegségeknél, cukorbetegségnél is használjuk ezeket a gyógyszereket olyankor is, amikor a beteg számára nem olyan nyilvánvaló, hogy ő neki a vérnyomásával nagy baj volna. Számos érintetnek a gyógyszerek ára sem mellékes tényező. Dr. Kajetán Miklós házi orvos elmondta, a hasonló hatóanyagtartalmú készítmények széles skálájának köszönhetően megfelelő alternatívákat tudnak ajánlani a betegeknek. Az, hogy beszabad-e szedni a gyógyszert, vagy nem, az attól függő, hogy mekkora baj van a gyógyszerrel. Itt úgy tudom, hogy valamiféle szennyeződésről van szó csupán, tehát nem életet veszélyeztet az állapot, tehát beszedhetik, de a távlatilag azért akkor próbáljunk egy más gyógyszerről gondoskodni. Talán ezért is érdemes ilyenkor átállítani, mert hát, hogy a betegek pénztárcáját kíméljük. Valóban a valzartán hatóanyagotnak a kapható formái, azok TB támogatást nem kapnak jelenleg, ezért aztán drágák. De ugyanolyan hatású, értékű gyógyszerrel továbbra is tudjuk olcsón kisegíteni a betegeinket. A vizsgálat eredményeit az OGYI folyamatosan értékeli, és szükség esetén további lépéseket tesz. A gyógyszerügyi hatósága július 9-ével kezdődő hét első napjaiban tájékoztatja az egészségügyi szakembereket a további teendőkről. Amennyiben az feltételezhető, hogy a súlyos közegészségügyi kockázatot jelentő minőségi hibával érintett, vagy feltételezhetően hamisított gyógyszer a lakossághoz is eljutott, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a tudomásszerzést követő 24 órán belül nyilvános felhívást tesz közzé annak érdekében, hogy a kifogásolt készítmények visszakerüljenek a gyógyszertárba.